Na, hát sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit az Ancient Animals Hungry csatornán, én Zsombi vagyok, és hát ebben a videóban, hogy már a címből is kitalálhattátok, hát egy elég különleges dologról fogunk beszélni, ugyanis hát kicsit megkésve, de beszeretnék mutatni nektek egy 2023-ban vélt felfedezést, ami hatalmas nagy dolognak számít, főleg úgy, hogy a perm időszakból talán az egyik legnagyobb felfedezés az elmúlt évben, valamint a emlősszerűek csoportjára tekintve is az egyik legnagyobb felfedezés, ami egy különös betekintést mutat abba, hogy Dél-Afrika egykori ragadozói mégse haltak ki teljesen, valamint hogy milyen állatok vették át a helyet, és hát ebben a videóban a gorgonopsziákkal kapcsolatban lesz az elmélet, szóval hát kezdjük is el. A dél-afrikai késő perm összes nagy ragadozója kihalt jóval a perm végi tömeges kialás előtt. Ezek az állatok a Rubigéni alcsaládba sorolható gorgonopsziák voltak, amelyek szinte kivétel nélkül 254 millió évvel ezelőtt teljesen kihaltak. A megülesedett helyet újra a terokefáliák vették át, akik már a perm közepén is egyes területeken csúcsragadozók voltak, de a gorgonopsziák leszaszították őket a trónról. A Mosorhinushoz hasonló nagy terokefáliák lettek a késő perm csúcsragadozói Dél-Afrikában, legalábbis eddig így hittük. Megtudtuk, hogy ezt a megülesedett helyet egy rövid ideig az Inostransvia nevezeti óriás ragadozó foglalta el. Az Inostransvia egy gorgonopszia volt, amelybe a bolygónk első kardfogú ragadozói is beletartoztak. Az állat körülbelül 3,5, esetleg 4 méter hosszú lehetett, és valószínűleg vastag bőrrel rendelkezett, amit egyes helyeken szőr borított. Bár homályosan hüllőszerű megjelenésű, de a modern emlősöket és magába foglaló állatcsoport része volt. Az új tanulmány előtt az Inostransviát csak Oroszországból ismertük. Ám miközben a dél-afrikai Karoo medencében található kövületeket vizsgálták, a szerzők két nagy ragadozó állat kövületeit azonosították, amelyek különböznek a régióban általában megtalálhatóktól. Maguk a kövületek egészen váratlanok voltak. Nem világos, hogy hogyan jutott el a mai Kelet-Európa területéről, vagy mennyi időbe telt, míg átkelt a Pangeán, és megérkeztek a mai Dél-Afrika területére. Amikor áttekintették a területen általában előforduló többi csúcsragadozót, a Rubigéni gorgonopsziák elterjedését és életkorát ezekkel az Inostransvia kövületekkel, valami egészen izgalmasat találtak. A helyi ragadozók valóban jóval a Karoo medencében található fő kihalás előtt kihaltak, mire az más állatoknál elkezdődött volna a kihalás, már eltűntek. Az Inostransvia 11.300 kilométerről való megérkezése és az azt követő kihalás azt jelzi, hogy ezek a csúcsragadozók sebezhetőek voltak a környezeti változásokkal szemben. Ez azt mutatja, hogy a dél-afrikai Karoo-medence továbbra is kritikus adatokat termel a Föld történetének legkatasztrofálisabb tömeges kihalásának megértéséhez. Megmutatták, hogy az állatcsoportok csúcsragadozói szerepét elfoglaló eltolódás négyszer kevesebb, mint 2 millió év alatt a perm-triász tömeges kihalás körül következett be, ami példátlan a szárazföldi élet történelmében. Ez rávilágít arra, hogy ez a válság milyen szélsőséges volt, még az ökoszisztémában játszott alapvető szerepekkel is, amelyek szélsőséges változásban voltak. Ezeknek a csúcsragadozóknak a sebezhetősége megegyezik a ma tapasztaltakkal. A modern környezetben a csúcsragadozók általában nagy kialási kockázatot mutatnak, és általában az első fajok közé tartoznak, amelyek helyben kipusztulnak, az emberi közvetett tevékenységek, például a vadászatok és az élőhelyek elpusztítása miatt. Gondoljunk csak az európai farkasokra vagy az ázsiai tigrisekre, olyan fajokra, amelyek lassan szaporodnak, lassan növekednek, és nagy földrajzi területekre van szükségük a vadászathoz és a egyedek közötti kóborláshoz. Arra kell számítanunk, hogy az ősi csúcsragadozók hasonló sérülékenységgel rendelkeztek, és azon fajok közé tartoztak, amelyek először pusztultak ki a tömeges kihalás során. Lényegében, srácok, ez lett volna az elmélet, viszont én még hozzá szeretnék fűzni egy-két személyes véleményt per elképzelést, ami szerintem megvalósítható vagy elképzelhető. Igaz, hogy ez egy nagyon régi
esemény volt ugye a kihalás, ugye a perm, triászkénes eseményre gondolok itt, és a perm időszak, viszont ettől függetlenül, hogy ez az elmélet jelenleg stabil lábakon áll, vagy legalábbis ahhoz hasonlóan, vannak olyan dolgok, amikbe én kicsit belekötnék. Kezdjük ott, hogy valószínűleg Dél-Afrikában ugye a terokkefeliák voltak a fő ragadozók, mivel ugye a gorgonopisziák többsége kipusztult, még ugye a permi nagy kihalás előtt, és csak néhány faj élt Dél-Afrikában. Újonnan megtudtuk ugye, hogy az Inostransia volt az egyik, és ő volt akkoriban ott a csúcsragadozó, viszont elképzelhető, hogy ritkább volt, mint a terokkefeliák, valamint kisebb volt, mint alapvetően az oroszországi per észak-pangeai fajok, per egyedek, és az is elképzelhető lehet, hogy ritkábban fordult elő, ugye, hogy kevesebb helyen volt jelen, mint például a Moshorhinus, ami egy akkoriban élt nagy termetű terokefalia volt, ugye egy ilyen 1,5-2 méter hosszú állat. Szóval szerintem ugye a terokefaliák azért jobban domináltak Dél-Afrikában, míg északon ugyanúgy a gorgonopsziák uralkodtak, és az így megvolt valamennyire osztva a területek, bár egyes gorgonopsziák még éltek Dél-Afrikában, ilyen volt a Cyanosaurus, amely eléggé kis termetű volt, vagy a Sikosaurus, ami szintén eléggé kicsi volt, szóval ezek a fajok még így túlélték, de alapvetően ők is ilyen kisebb ragadozóknak számítottak. Annyi viszont biztos, hogy szerintem ez egy új fejezetet nyit meg a perm időszak késői évmillióiban, ugye az élővilág szempontjából, főleg Dél-Afrikában, ugye ez az új faj, ez az Inostransia africanával kapcsolatban, meg alapból az állattal kapcsolatban, valamint a gorgonopsziákkal is kapcsolatban, hogy volt eddig egy úgynevezett orosz klád és afrikai klád, szóval lehet, hogy ez az egész így áttöri, vagy szétszedi ezeket a elképzeléseket. Na és hát srácok, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett ez az elmélet és nektek is van valami ötletek, akkor nyugodtan írjátok le a komment szekcióba, mert kíváncsi vagyok a véleményetekre, valamint hát, hogyha még nem tettétek volna meg, és tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy ne maradjatok le az újdonságokról, és hát találkozunk a következő hasonló vagy más jellegű őslényes videókban. Addig is, csősztök!